Az 1767-ben alapított Székely Keresztúri Unitárius Gimnázium az évszázadok során felekezetre való tekintet nélkül volt mindenki iskolája Székelyföldön. Az államosítással megszűnt, majd 30 évvel ezelőtt újra alapított iskola közössége ma is ennek szellemében jár az elődök nyomdokain. Ezért volt fontos, hogy az újraalapítás jubileumi ünnepét a szakadó eső ellenére a gimnázium egykori tanárainak síremlékénél kezdjék. Az ünnepnap alkalmat adott arra, hogy tanárok és diákok felidézzék az elmúlt 3 évtized történéseit, sikereit. Büszkén számoljanak be arról, hogy a nagymúltú gimnáziumban a tanításon túl meg annyi hagyományőrző, kulturális tevékenység is zajlik. Külön öröm volt az is, hogy az ünnepen részt vett a budapesti testvér gimnázium képviselete is. A város nagyjai, illetve az Unitárius Gimnázium nagyjai ebben a sírkertben nyugszanak. Kint vagyunk a temető legmagasabb pontján. Itt van ezen a ponton eltemetve iskolánk két egykori igazgatója. Most ez alkalommal Marosi Gergely iskolánk negyedik igazgatójának a sírkövét állítottuk újra és koszorúztuk meg ebben a talán alkalmatlan időjárásban. Nyelvész akadémitáról van szó, aki iskolánk elkötelezett munkálója volt, segítője, adományszerzője volt. Nagy öröm volt mindannyiunk számára, hogy 2020. szeptember 1-én itt kezdhettünk ebben a csodálatos intézményben. Megvalósulhatott egy 3 csoportos napközi otthon, ahol 70 gyerek kezdhette 1-én a játszást. Az iskoláért küzdeni a világgal nagyon nehéz volt. Mondhatni naponta fel kellett vállalni ezt a küzdelmet. Budapest 17. kerületéből érkeztünk, a Kőrös István Sándor Általános Iskola és Gimnáziumból. A kapcsolatunk onnan ered, hogy amikor megindultak a határtalanul pályázatú utazási lehetőségek, az iskolánk névadója a Kőrös István Sándor kapcsán mindenképpen erdélyi partneriskolát kerestünk ilyen határtalanul pályázat megvalósításához. És Rákos Csaba, melyik most a 17. kerületi település része, még a két világháború között testvérvárosi kapcsolatot létesített Székely Keresztúrral, és így a Rákoscsabai polgári kör közvetítésével tudtuk akkor fölvenni a Verde Mózes Unitárius Gimnáziummal a kapcsolatot. Így jött létre ez az együttműködés, és 9 határtalanul pályázati projektet valósítottunk meg összesen. Nagyon sok diák utazott tőlünk ide, a Verde Mózes Gimnáziumból Budapestre. Cselekedj jót, cselekedj békességre, és kövesd azt! Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Felemelő érzés berdés diáknak lenni. Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben megtaláltam a helyem ebbe a közösségbe, ebbe az iskolába. Nagyon szeretem az iskolák kívüli programokat, amik úgy az én világomnak mondhatom, a népzenét, a néptáncot, az éneklést, a népi éneklést. A szülőföld. A lélegzetemből vett lélegzése a földnek. A szülőföld. Csíkország szigorú, pontos, fejles övezete. Ember lakta föld, egy darab a földből. Amikor 9. osztályba idejöttem, hát nagyon-nagyon izgultam, nagyon. Nem szerettem, ameddig nem ismertem az embereket. De eltelt egy fél év, összeismerkedtünk az egész iskolával, mindenkivel. Nagyon-nagyon jó osztályközösségünk alakult ki, azóta pedig nagyon szeretem. Lassan 18 éve, hogy a Berde Mózes Unitárius Gimnázium küszöbét átléptem, akkor egy olyan tervvel, hogy hát egy ugródeszkaként egy évet maradok. És azóta eltelt 18 esztendő, és büszkén mondhatom, hogy a legjobb helyen vagyok.
hiszen kiteljesedhettem, és minden szinten, az óvodától egészen a középiskolásokig minden diákanyaggal foglalkozhatom. Helyet és teret adnak, hogy a magyar néphagyományainkat, népdalainkat a zenetanárként éltethessem, tánccsoportot vezethetünk, és ez az iskolának a környezetébe nagyon beleillik. Nagykorú lett az elemi oktatás is az iskolába. 2006-ban indult, ugye 18 esztendős. Akkor indítottam az első-első osztályt, hát legalább egy fél évet, ha nem többet készültem rá, lelkileg, fizikailag, szellemileg, mindenféle szempontból. Nekem mit adott? Szabadságot, kiteljesedést, örömet. Az elmúlt 30 évben azon munkálkodtunk, azon ügyködtünk, hogy azt a múltat, amit az államosítás előtt elvettek tőlünk, megpróbálták elfeledtetni velünk, ezt felelevenítsük, és a kor szükségletei szerint próbáljuk meg életben tartani, és próbáljuk meg újra felépíteni, működőképessé tenni, élettel megtölteni, értékekkel megtölteni, és azon ügyködtünk, hogy megpróbáljuk újra betölteni azt a szerepünket, amit az egyházi alapítású oktatási intézmények tesznek, és pedig az, hogy az állami szekuláris neveltetés mellett egy egyházi értékrendet kínáló neveltetésben is részesülhessenek az erdélyi magyar ajkú fiatalok.